Sziasztok, srácok! Én Júlcsi vagyok, és a mai videóban öt olyan dologról fogok nektek egy picit beszélni, amik az én életemet az utóbbi néhány évben meglehetősen pozitív irányba változtatták, leginkább abból a szempontból, hogy én milyen kapcsolatban vagyok saját magammal. És mivel elé úgy döntött, hogy nagyon szeretne hozzám csatlakozni ebben a videóban, ezért előre is elnézést kérek, hogyha a szokásos forkolás, vagy um, más izgalmas dolgok történnek a háttérben. Most például kicsit átrendezte a párnákat, se baj. Az első és legfontosabb dolog az, hogy tanuljunk meg kedvesnek lenni magunkkal kívül és belül is. Ahhoz, hogy megfelelően tudj gondoskodni magadról, mindenképp először fel kell ismerned a saját testednek az igényeit. Milyen bőrtípusod van például, milyen ápolásra vágyik a hajad, hányszor kell egy hétán hajat mosnod, mik azok az illatok, amikkel szereted magad körülvenni, mi az a mozgásforma, amit nem kötelezőnek érzel, hanem tényleg a hozzá kedvet feltölt feltöltés kikapcsol. Milyen értékek mentén, vagy mennyire tudatosan szeretnéd élni a mindennapjaidat? Van-e valami olyan egészségügyi problémád, ami miatt jobban oda kell figyelned arra, hogy mit csinálsz nap mint nap? Abban a pillanatban, hogy felismered, hogy mi az, ami neked ezekből a dolgokból könnyedén megy, és ami tényleg javít az életeden, már nem kötelezőként fogsz tekinteni például arra, hogy egészséges életet élj, hogy hogy mozog, hogy, hogy, tehát, hogy nem, ezek nem elvárások lesznek, amiket magad felé állítasz, hanem felfedezések, amiket tényleg minden egyes nap tudsz javítani azon, hogy hogy érzed magad a bőrödben. Millió és egy ilyen kisebb és nagyobb dolog van, amit szerintem érdemes időről időre újra átgondolni, hogy tényleg a lehető legtöbbet tud kihozni a napjaidból. Ne ignoráld az érzéseidet. Hogyha boldog vagy, akkor éld át minden pillanatát, amennyire csak tudod. Viszont, hogyha szomorú vagy, akkor se haragudj ezért magadra, hanem merülj el benne, érezd magad szomorúnak, teljesen rendben van, hogy nem mindig minden oké, okay. és uh, hagyd magad érezni mindent, amit érzel, mert hogyha elfojtod, annak sokkal rosszabb következményei lesznek. És hogyha viszont átadod magad neki, és aztán Átgondolod, hogy vajon ez most miért történt, vagy hogy tudnál, hogy tudnéd ezt jobban kezelni, mik azok a dolgok, amikkel ilyenkor tudsz magadnak segíteni, akkor nem lesz már annyira ijesztő, és nem fogod csalódásként megélni minden egyes olyan pillanatot, amikor mondjuk látszólag ok nélkül rossz napod van, vagy rossz kedved van, vagy ideges, vagy valamiért, vagy türelmetlenebből reagálsz valamire. Igenis merd átélni az összes érzelmedet, mert Hosszú távon ezzel vagy igazán kedves magadhoz. Legyél hálás valamiért minden egyes nap. Sajnos az emberek, hogyha minden rendben van az életükben, hajlamosak ezt észrevenni, és hajlamosak ö, örülni azoknak a dolgoknak, amik számukra megadatottak, és ami, amit minden egyes nap élvezhetnek, és, és ami miatt szerencsések, és ami miatt nagyon hálásak lehetnek. Üm, és hogyha csak valami baj van, akkor jut eszünk be, hogy ó, mennyivel jobb volt előtte, amikor még ez a probléma nem volt. És emiatt szerintem igenis rá kell, hogy kényszerítse magát az ember arra, hogy folyamatosan hálát adjon a legrandomabb pillanatokban, a, akár a szerelméért, vagy a családjáért, vagy a barátaiért, vagy bármilyen apróságért, ami ami abban a pillanatban boldoggá teszi, még hogyha csak arra a pillanatra is szóljon ez a boldogság, és ezzel rengeteg pozitivitást lehet vinni szerintem minden egyes napba. Ahogy egy párkapcsolatban is nagyon fontosak ezek a hirtelen véletlenszerű kirohanások, hogy mennyire hálás vagyok érted, és mennyire mennyire fontos vagy számomra, és szeretném, ha tudnád, hogy ha nem lennél, akkor nekem sokkal rosszabb lenne az életem. Hogyha egy párkapcsolatban ezt hajlandóak vagyunk újra és újra elismételgetni, akkor miért éppen saját magunk felé ne tennénk -e ezt meg? Szerintem nagyon klassz dolog az, hogyha időről időre átgondolod azt, hogy mennyire hálás vagyok magamnak azért, hogy megtanultam türelmesebb lenni például, vagy bármilyen dolog, amit az évek során mondjuk, Változtattál az életedben, vagy, vagy az életformát rajtad. Mindegy, az a lényeg, hogy valami, amit felismersz, hogy jól csinálod, és amiben erős vagy, és ezért hálát adsz magadnak. De ugyanez lehetnek olyan apróságok is, mint például, hogy este kikészíted magadnak a ruhát, amit másnap fel akarsz venni, és akkor másnap reggel nagyon hálás leszel a tegnap esti énednek, hogy gondolt rád, és ezzel megkönnyítette a reggeledet. Bármi, bármi, ilyen dolog szerintem szintén sokat segít abban, hogy jobb kapcsolatot ápolj saját magaddal, és jobban érezd magad a bőrödben. Ez olyasmi, amivel én a saját szememmel látom, hogy nagyon sok korombeli küzd, és nagyon nehezére esik neki, de igenis tanulj meg kikapcsolódni, és tanulj meg nemet mondani. A kemény munka, a lelkesedés, a motiváció, a kitartás, nagyon-nagyon klasz dolgok. Um, és tudom, hogy milyen jó érzés, amikor valamiért nagyon megdolgozol, és aztán megvan az eredménye, és büszke vagy magadra, és örülsz neki. Ezek fantasztikus dolgok, és ez, ezt szerintem ki kell bírni, mert megéri a végén, viszont. Vannak olyan helyzetek, amikor igenis bátornak kell lenned annyira, hogy felismered, hogy erre most nemet kell mondanod, ezt most ki kell hagynod. Ez most akármennyire is mondjuk pont annyi előnye jár, mint amennyi hátrányt tudsz mellé felsorolni, mégsem fogja megérni neked végeredményben, és jobb, hogyha kicsit hátralépsz, és, és leülsz, és kivonod magad, és nem vállalod el azt a dolgot. Um, ezt valamiért nagyon nehéz megtennünk, de szerintem nagyon fontos, nagyon fontos, hogy néha tudjál nemet mondani. Ugyanez vonatkozik a kikapcsolódásra, amit szintén egy rendszerben kell kezelni, szerintem minden egyes héten legyen legalább egy fél napod, de jobb, hogyha egy nap, amikor nem gondolsz a munkára, nem gondolsz olyan dolgokra, amit el kell intézni, ami, amit stresszel bármilyen szempontból is, vagy ami ami aggodalmat ébreszt benned, hanem tényleg vonulj vissza egy kicsit. Hogyha meg tudod tenni, akkor ne is használd a telefonod aznap, hanem csinálj olyan dolgokat, amiket élvezel, amik kikapcsolnak és amik feltöltenek, és amik semmiféle kötelezettséggel nem járnak. És hidd hogy hogyha ezt elintézed, és ez sikerül, akkor a hét többi napján is sokkal keményebben és sokkal eredményesebben fogsz tudni dolgozni. gondoskodj róla, hogy minden nap legyen mit várnod. Van reggel ez a néhány másodperc, amikor, amikor felébredek, és még nem vagyok ébren, de elkezdenek a gondolatok így betódulni a fejembe, és azt vettem észre, hogy ilyenkor mindig azt keresem, hogy valami, valami örömteli dolgot keresek, ami, segít abban, hogy felkeljek, elkezdjem a napot, elinduljak, tudjam, hogy érdemes felkelni, és ez lehet, hogy drasztikusan hangzik, de meg nem arról van szó, hogy borzalmas az életem, és uh, szükségem van valamire, hogy egyáltalán ke kedvem legyen felkelni, hanem ezek ilyen kis hangulati dolgok, amik, uh, amik segítenek elindulni és megmozdulni, és nekem egy ilyen dolog az, hogyha mindig van valami, amit éppen várhatok és ez lehet egy nagyon pici dolog, vagy ez lehet egy nagyobb dolog, például egy hét a Balatonon az olyasmi, ami mondjuk már két héttel azelőtt is segít lendületbe jönnöm, de egy teljesen átlagos, vagy tegyük fel egy nehezebb, stresszesebb nap előtt is lehet úgy kezdeni a napodat, hogy valamit belecsempészel, beletervezel, ami miatt biztos, hogy garantáltan lesz benne valami jó dolog. Ez lehet egy finom ebéd, vagy lehet egy filmezés az este, vagy az, hogy ráírsz a barátnődre, vagy akár az, hogy elintézel valami olyan dolgot, ami hetek óta ül a válladon, és mindig ott motoszkál a fejedben, és lefoglalja a gondolataid egy részét, és hogyha most ezt elintézed, akkor azt, így megszabadulsz, és már ettől az érzéstől sokkal jobban leszel. Egy hasonlóan ö, komoly kihívás szerintem manapság az, hogy ö, ne hasonlítgass magad másokhoz, és ne köves olyan embereket, például a social médián, vagy akár csak az életben ne ö, érintkezz minden nap olyan emberekkel, akik nem felhúznak és motiválnak ö, a saját életedre vonatkozóan, hanem mondjuk egy ilyen hamisan tökéletes. Példaként állnak előtted, ami miatt te a saját életeddel kapcsolatban rosszabbul érzed magad. Még akkor is, hogyha épésszel fel tudod fogni, hogy ez nem a valóság, ez, ez egy uh, hamis, megjátszott, uh, csak a jó pillanatokat mutató kép, de akkor is a hangulatodon nem fognak segíteni, és a saját magaddal és a saját életeddel való kapcsolatodon sem. Úgyhogy olyan embereket nézz köves, és uh, tarts az életedben magad mellett, akik tényleg motiválnak, inspirálnak, és feltöltenek. Legyenek rutinjaid. Reggeli, esti, pamper, uh, bármilyen cselekvés előtti olyan uh, megtervezett és kipróbált rutin, ami illeszkedik hozzád, amit amit szeretsz betartani, és ami nagyban megkönnyíti például a reggeleidet, hogy nem kell azon gondolkoznod, meg stresszelned, hogy most akkor mennyi időt van elkészülni, és akkor össze-vissza csinálsz mindent és kapkodsz, hanem összeszedett vagy a magad ura, és uh, tényleg megkönnyíted ezzel a saját mindennapjaidat. Szerintem ez egy olyan um, apróságnak mondható dolog, amit igen, egyszer ki kell fejlesztened, meg ki kell alakítanod, meg a saját igényeidhez és szokásaidhoz uh, igazítanod, de utána nagyon-nagyon hálás leszel érte, hogy ez van az életedben, és nagyon fogod élvezni szerintem, és tényleg sokkal inkább uh, magabiztosabb leszel a mindennapokban ezáltal. Legyen egy olyan saját hobbid, amiben senkivel sem osztozol. Um, az lehet, hogy beszélsz róla másokkal, de ez legyen tényleg egy olyasmi, amibe bármikor el tudsz menekülni, bármilyen változás is történjen az életedben, és ne kötődjön úgy senkihez, hogy ez befolyásolja a hobbiddal való kapcsolatodat. Uh, szerintem nagyon jó, nyilván, hogyha érdeklődési körben tudsz osztozni a barátaiddal, a szerelmeddel, a családoddal, viszont muszáj, hogy minden embernek legyen valami olyan örömforrása, ami senki mástól nem függ. Valami olyan dolog, amiben el tudsz menekülni, amiben kreatív tudsz lenni, ki tudod élni magad, ki tudsz kapcsolódni, és, és tényleg egy egész más világ, ami csak a te világod, és örök életre szólhat a kapcsolatod vele. Mm. Nem tudom, ez szerintem tényleg olyan szempontból nagyon fontos, hogy saját magaddal is jól tud érezni magad, hogyha csak te vagy ott, és bármilyen más körülményre ne legyen szükséged ahhoz, hogy ezt a dolgot tud élvezni, és szeretni, és bármikor tényleg tudjál rá számítani. Szerintem ez egy, ez egy nagyon érdekes, és olyan dolog, amire szintén érdemes egy pici időt szánni, hogy kitaláld, hogy számodra mi ez a dolog, és megtartsd csak saját magadnak. Nagyon remélem, hogy ki tudtok valami hasznosat venni ebből a videóból, és hogyha van még valami, amivel kiegészítenétek ezt a témát, akkor mindenképp hagyjátok lent a komment szekcióban, és hamarosan találkozunk újra. Sziasztok!